Bognár György úgy fogalmazott, szeretsz játszani, ezért nem lőtted be a 11-est. Hát ez nyilván nem igaz. Hát szeretek játszani, de nem ezért nem lőttem be. Hát sokat agyaltam, hogy hova lőjem. Ugyanoda lőttem, mint a hétvégén. Sajnos kapus számított rá, és ki tudta védeni. Úgy látod, hogy Manai Dávid megnézte a hétvégi meccseteket, és gondolta, hogy megpróbáld újra ezt? Hát lehet, hogy elemezte, hogy hova rúgtam a múltkor a 11-es. Mondta, hogy ő is sokat gondolkozott, hogy hova rúghatom. Hát sajnos most túljárt az eszemen, de most következőnek fordítva lesz. De hát nincs elkeseredése, hiszen azért meglett az a győzelem, meg a továbbjutás. Hogy látod összességében a mérkőzést? Ti szereztétek meg a vezetést, az Újpest egyenlített, és hát 120 perc alatt dölt el ez a meccs. Igen, úgy gondolom, hogy az egész meccsen jól játszottunk, akár gólokkal is nyerhettünk volna. Kapu előtt kicsit határozatlanok voltunk, volt sok lehetőségünk, hogy gólt szerezhettünk volna, de egy kupa meccsen az a legfontosabb, hogy továbbjutottunk, úgyhogy várjuk majd a következő mérkőzést. Kiderült már egyébként közben, hogy ki lesz az ellenfél, mert mi benn voltunk a sajtótájékoztatón, és nem is néztem rá a telefonomra azóta. Igen, kiderült, a Vasossal fogunk játszani, úgyhogy nyilván is egy nehéz mérkőzés, azt hiszem negyed döntőben már azért nincsen könnyű ellenfél, de várjuk már, és szeretnénk ott is tovább jutni majd. Egyébként ugye NB2-es ellenfélről van szó, de hát azért tudjuk, hogy rutinos NB1-es játékosok alkotják a Vasas keretét, úgy jobb, mint hogyha Fradi jött volna, nem? Hát igazából, hogyha kupát szeretnénk nyerni, akkor mindenkit meg kell verni, szóval most következő ellenfél a Vasas lesz, most rajtuk kell majd tovább jutni, de semmiképp sem lesz könnyű mérkőzés, hiszen eleve idegenbe fogunk játszani, ugye a Vasas az NB1-be vágyik, úgyhogy mindenképpen nehéz meccs lesz. Kicsit még a hosszabbításra beszélünk abban a szempontból, hogy a Könyves Norbert rúgta győztes gólotokat, mint utóbb kiderült, de pont nem sokkal később kiállították egy piros lappal. Hogy éltétek meg ezeket a pillanatokat? Hát nyilván nehéz volt az utolsó pár perc, hogy ember hátra mi voltunk, ott már azért beszorítottak minket, de hát ilyenkor ez természetes. De úgy gondolom, hogy stabilak maradtunk, akkor is egységesek voltunk, és nagyon nagyobb helyzetet nem is kellett kialakítani az Újpestnek, úgyhogy úgy gondolom, akkor sem volt probléma. Ugye itt a hosszabbítás miatt kicsit túloráztatok, és hát vasárnap meg egy deres meccs várlátok az MTK ellen. Lesz idő pihenni? Hát lesz, nem sok. Lesz két napunk regenerálódni, de úgy gondolom, hogy azért a mester jól forgatja a keretet, úgyhogy ki fog tudni állni egy olyan csapat, aki frissen tud pályára lépni majd. Ott is nyilván a három pontért megyünk. Milyen érzésekkel lépsz pályára az MTK ellen, mégiscsak onnan jöttél a Paksba? Igen, hát most még eddig nem gondolkoztam ezzel kapcsolatosan. Most még az Újpest meccsre készültünk, úgyhogy majd holnaptól kezdünk az MTK-ra fókuszálni. De nyilván nekem ez egy különleges mérkőzés lesz, várom már, de nem szeretném túlpörögni, ugyanúgy fogok készülni, mint egy akármilyen bajnoki mérkőzésre.